Na, sziasztok gyerekek! Itt vagyok a legújabb unboxingban, ahogy azt már a Facebookon is ígértem. Megpróbálom egy kicsit úgy összehozni a dolgokat, hogy be tudjak mutatni mindent. Természetesen nem fogok tudni mindent megmutatni, maximum utólag vágóképezve. Ugyanis most még csak egy kamerám van, amivel felvételt tudok csinálni, de most már kettő van. Itt a másik. A Fotopluszról rendeltem a csomagot. Közben volt annyi gigszer, hogy nem írtak nekem visszajelzést arra, hogy megérkezett a pénz. Úgyhogy én hétfőn felhívtam ugye a diszpécserüket, és akkor mondta a hölgy, hogy igen, megérkezett az átutalás, úgyhogy a kollégáknak akkor továbbítja, hogy továbbítsák a csomagot. Ez volt tegnap reggel, és ma hozta is a GLS. És én hülye, a telefonom be volt rakva a töltőre, tehát mikor hívott a futár, akkor nem voltam ott. Ennek ellenére megtalált, bejött az áruház, mondta, de én Turi Tamás, igen, én vagyok, jó, hoztam egy csomagot, jaj, de jó. Na szóval, a cucc, amit vettem, a Sony ZV-1-es vlogger kamera. Azért mondom, hogy vlogger kamera, mert kifejezetten olyan eszközt fejlesztett ki ezzel a Sony, ami a vloggereknek megkönnyíti a dolgát. Rengeteg olyan funkció van, amellett ugye, hogy fotózni is állítólag nagyon jól tud, de azokat a review-kat én nem néztem. Hát hiszen vlogger kamera, akkor a videózásra kell helyezni a hangsúlyt. Az érdekelt engem, mit lehet rajta beállítani, és mit nem. Úgyhogy nézzük, hogy mi van a csomagban. Amit én már előzőleg felbontottam, ahogy elmondtam, azért, hogy ne teljesen lemerülve legyen a kamera, amikor bemutatom. Úgyhogy belepattintottam a hozzátartozó akkumulátort is, illetve a memóriakártyát, amit vettem hozzá. Azt még hozzá kell tenni, hogy nagyon sokat filóztam, hogy mekkora memóriakártyát vegyek hozzá, ugye itt megvan adva a bitráta, itt 50 megabit per szekundumban, tehát 100 megabit per szekundumban is tudsz 4K-ban rögzíteni videót, és akkor így kiszámolgattam, hogy mondom, egy 32 gigás kártya, most 32-64 legyen, ha 50 megabit per szekundumban rögzítek, a telefonom csak 48-at tud 4K-ba, úgyhogy ez már jó, akkor is a 32 gigás kártyára 71 percet tudok rögzíteni 4K-ba 25 fps-sel. És a továbbiakban minden videó, amit forgatok, az pár rendszerben 25 fps-be lesz rögzítve. Átállíthatom NTSC-re is, ugye, ami 30, illetve 60, de nem fogom, mert az európai szabvány, ugye az, ami a világítótestekre vonatkozik, az 50 Hz-es, nem pedig 60, mint Amerikában. Úgyhogy a 25-ös képkocka sebesség az pont jó, hogy ne villogjanak a mesterséges fények, bár most ugye nagyon kevés mesterséges fény van itt rajtam, leginkább csak a belső napfény világít meg. De azért van itt egy lámpa is a biztonság kedvéért, hogyha besötéted, nem igen sokat fosom a szót. Úgyhogy 25 fps-sel fogok dolgozni innentől kezdve, illetve ha slow-mo videót akarok csinálni, akkor még 50-re felveszem, és olyat is tud 4K-ba talán. Majd ezt le fogom tesztelni, nem ígérek semmit. Na, mindenki kíváncsi a csomagra, akkor nézzük azt elsőként, hogy mi van a dobozban. Hát először is egy adag újságpapír, amivel ki van tömve, ott van benne a névjegykártya a Fotoplusztól, amiben megköszönik, hogy náluk vásároltam. Én köszönöm szépen, hogy ezt az egy darabot félretették nekem. Még egy kis ékelés itt is, meg itt oldalt, meg itt oldalt, és ezzel megvagyunk. Itt van egy USB kábel, ez egy szimpla mikro USB. Én nem tudom, hogy kicsit csodálkoztam, hogy miért nem C-típus USB-t építenek rá, ami ugye a telefonoknál már alapértelmezett,
de lehet, hogy úgy gondolták, hogy ez a micro USB, ez bolond biztosabb, nem tud annyira kilötyögősödni, mint a C-típusú, telefonomnál már előfordul, és akkor itt van maga a kamera, hoppá, le is jött róla a papundekli, és van benne szerintem még egy számla is, ami szerintem senkit nem érdekel, de egyébként benne van, jó tudni. Ezeket a papírokat, kartont elrakjuk, mert egyébként elég nagy a doboz, ahhoz képest, hogy mekkora a kamera. Na ugye, díszdobozból kibontjuk, és kijön belőle őkelme. Az van ráírva, hogy TRA, United Arab Emirates. Tehát ez nem Kínába állították össze szerintem, hanem nem Made in China, hanem az Egyesült Arab Emírségben. Ezt ide teszem, ez jó lesz ilyen dekorációnak, míg beszélek szerintem. Jó, itt Sony logóval ellátott zárjegy. Kinyitjuk, és nézzük magát a kamerát, hogy néz ki a doboz belseje. Itt van egy csomó számunkra teljesen haszontalan dolog, úgy, mint papír, meg ilyesmi. Egy év meghosszabbított garancia abban az esetben, hogyha felmegy az ember a Sonynak az oldalára és beregisztrálja a kamerát. Én ezt meg fogom tenni, felmegyek az oldalra és be fogom regisztrálni. Aztán itt van egy használati útmutató. Mutatom, ennyire vastag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nyelven van, a tizedik a magyar. Ha nagyon elkutyulódnék valahol, akkor elő fogom venni, egyébként nem, mert én már egy egész órás fullos bemutatót megnéztem róla. Ezen kívül van egy reklám Sony kiegészítőkről, lehet hozzá vásárolni puska mikrofont, meg vakut, mert annak is van helye neki, meg egyéb dolgokat. Én egyelőre, majd tesztelni fogom a hangját is, de egyelőre nem fogom mindig a kamera hangját, hanem ugyanígy használom, hogy külön veszem a hangot, mert nekem ez a legjobb. Főleg, ha távolodom a kamerától, mint ugye a kerti vlogokban, akkor ugye nyilvánvalóan nem használhatom a kamera eredeti hangját. Illetve egy felhívás, hogy regisztráljam a terméket. Itt van egy jótállási jegy, ugye, amit érvényesíthetek, ha valami baj lenne a kamerának. Nyilatkozat, European Guarantee Information Document, tehát hogy az európai garanciát az hol lehet érvényesíteni különböző országokban. És akkor jöjjön, amire mindenki várna, akkor nyissuk ki. Kinyitjuk ezt a cuccocskát, és itt csücsül benne egy-két dolog. Az első, legnagyobb meglepetésemre, van benne döglött macska. Dead Cat-nek hívják az amerikaiak, angolok ezt a szélfogó szivacsot. Ezt szépen, hogyha a kamera hangját akarod használni, de nem akarod, hogy szélzaj kapitány legyen belőle, akkor rá tudod csatlakoztatni a mikrofonra. Ez egy zseniális, hogy ezt adják hozzá alapértelmezetten. Jár hozzá ugye egy elem, ami már benne van, jár hozzá egy töltőkábel, amit már mutattam, és USB-ről tudom tölteni, majd azt megnézem egyébként, hogy USB-ről tudok-e átmásolni fájlokat. Elvileg igen, mert amikor rádugtam a számítógépre, hogy töltődjön egy kicsit, akkor kiírta, hogy storage. Csak ugye a munkahelyi gépen nem lehet hozzáférni, mert hogy? Itt a hálózaton dolgozunk, meg ilyesmi. Tehát, itt van ő. Ennyire picike. Legelső nagy meglepetésem az volt, hogy annyira picik a gombok, hogy kicsit kételkedem rajta, hogy mennyire lehet ezt könnyen kezelni. Ugye itt van egy ilyen dial, tárcsa, egy ilyen forgatómenü, ami egyébként jobbra, balra, fel, le is kattintható, ezzel lehet navigálni a menüben. A tetején van ugye, jobbra, balra van a zoom, van egy fénykép exponáló gomb, ez a piros kör, nem, az a videó exponáló.
Tehát a fényképp exponáló gomb az középen van, a piros kör pedig, amit most nyomok, az a videó exponáló gomb. Van még felül egy-két dolog rajta, egy mód gomb és egy on-off, egy bekapcsoló, kikapcsoló gomb. Egyébként több gomb van benne rajta, ami személyre szabható. Tehát te szabod meg, hogy milyen műveletet hajtson végre. Ez amúgy zseniális. A legjobb műveletek amúgy hozzá vannak gyárilag rendelve, tehát a kuka az nem minden esetben töröl. Hanem a kukát, ha megnyomom, itt a hátulján a kuka gombot, akkor ilyen plusz információkat szolgáltat arról, hogy éppen milyen funkciót is akarunk beállítani rajta. Tehát ez a mód gomb is programozható, ez a gyors váltás gomb is beprogramozható, meg még a kuka gomb programozható, úgyhogy itt legalább három ilyen programozható gomb van. Itt van felül ez a rácsos cucc, a mikrofonja, és itt van az a papucs, az a védő papucs, amit hogyha eltávolítunk, akkor ide lehet vakut csatlakoztatni, ide lehet detketet csatlakoztatni, valahogy egyszerű módon, megpróbálom ezt megfejteni, hogy hogy is megy ez. Oldalról kell rátolni szerintem így, és ennyi. És már is rajta van a döglött macska a mikrofonon, teljesen eltakarja. Ugye, a szélfogó. Ezt most innen én eltávolítom, egyelőre nem lesz rá szükségem, mivel, hogy mondom, úgyis a ha normális videót csinálok, akkor a saját mikrofonomat használom. És amint látható, ez egy Zeiss optikával van szerelve, ami azért nem gagyi. Az ekvivalens gyújtótávolsága a kamerának, a lencsének 24-70 mm, ami azt jelenti, hogy 70-et osztjuk 24-jel, akkor az 3,9-szeres optikai zoomra képes alapállapotba. Ezen kívül tud még olyat, hogy clear image zoom, de ez már digitális zoom, amit én szeretnék elkerülni, és azon felül is van még egy nagyon-nagyon gagyi digitális zoom. Hát én a digitális zoomokért nem vagyok oda. Én úgy állítottam be, hogy csak optikai zoom legyen. 24-70, ez mindig még messze több, mint amit egy telefonnal tudsz csinálni, mert a telefonban nincs optikai zoom. Na, akkor kapcsoljuk be, megnyomom ezt az on-off gombot, és kibújik a lencse. No, akkor itt az ideje, hogy lássunk egy-két tesztfelvételt is. Bekapcsolom a defókusz módot, ezáltal elmossa a hátteret, és ez a felvétel most a kamera saját mikrofonjával készül, szélvédő nélkül. Megyek szépen le a kertbe, és ez a normál, az alap optikai stabilizációs mód. Szerintem ilyen vlogos felvételekhez ez meg kell, hogy feleljen. A másik, hogyha bekapcsolom ugye az aktívot, tehát ami már szoftveresen is, nem csak hardveresen, hogy mondják, korrigál, hogy nézel ki te macska te? Mi van veled, nem? Szóval, akkor nagyobbat kroppol. Nézzük összehasonlításképpen, hogy mekkora kropp, hogyha bekapcsolom az aktív stabilizációt. Nos, ha be van kapcsolva az aktív stabilizáció, akkor viszont ennyire kroppol. Már most sokkal messzebb kell nyújtsam a karomat, majdnem már ki van nyújtva teljesen, és ugye minél hosszabb a karunk, minél hosszabb az erőkar, annál nagyobb erőt kell kifejteni. Tehát ez hosszú távon bizony fárasztó lehet egy ilyen. De egyébként a background blur az látszik nagyon szépen, amik távol vannak tőlem, azok a dolgok életlenek, ami telefonnal azért nem ennyire egyszerű. Tehát ez az aktív,
kiegyenlítés, ez még az optikain kívül egy kis szoftveres kiegyenlítést is ad hozzá, de fárasztóbbé tartani. Tehát én inkább azt mondom, hogy ha ilyen go and shoot üzemmódban vagyunk, akkor nyugodtan használjuk a passzív, tehát csak a hardveres kiegyenlítést, és akkor kicsit jobb képet tudunk, nagyobb képet tudunk magunkról nyújtani. Majd meglátjuk a felvételek után, illetve hát majd használat közben derül ki, hogy melyik üzemmód az, amelyik jobban használható. Egyébként ez is a kamera saját mikrofonjával készül. Teljesen vállalható ez is, szerintem. És akkor most lássunk néhány zoomot, optikai zoomot, meg clear image zoomot is, melyiket mennyire lehet kézben tartani, mert általában ugye a vlogger sokszor kézből készíti a felvételeket. Meglátjuk, hogy melyik a jobb. Lássuk akkor, ez tehát egy optikai zoom lesz, csak a normál optikai zoom tartomány, amire képes a kamera, és kézből felvéve. Ennyi az egész. Megpróbálom minél jobban kézben tartani a felvételt, de ugye, hogyha elindulnék vele, akkor nem lenne annyira jó, meg annyira szép. Szépen kizoomolunk, és a következő felvételen megnézzük a Clear Image Zoomot is, az aktív, vagyis a szoftveres kiegyenlítést. No, akkor figyeljünk, mert most jön, ami még nem volt. Ugye látjuk, hogy most aktív a kiegyenlítés, kevésbé remek a kép, viszont erre szükség is lesz, hogyha a Clear Image Zoomot, azaz a digitális zoomot is bevetjük. Elkezdek közelíteni. Sajnos a napfény miatt nem sokat látok, de remélem, hogy oda fog fókuszálni, ahova szeretném. És akkor ennyi már a digitális zoom. Nem tudom, hogy ott éles-e a kép, ahol kell. Sokat nem látok sajnos itt a napfénybe. Tehát clear image zoom, és innentől az optikai vissza. És így látható a kettő között a különbség. Te még csak fekszel nekem itt a porba, te rohadék. Alig látszik belőled valami az álnyékban. Na, ez a clear image zoom. És akkor elvileg, hogyha rátapintok a képernyő egy részére, akkor tud fókuszálni a cicára is. Hát szerintem azért ez a digitális zoom nem túl szép, de híradásokba, dokumentációkba, ahol fontos valamit megörökíteni, és nem fontos a minőség, ott lehet neki létjogosultsága. Na és akkor ide egy kis érdekességet a végére. Most egy az egybe be van csatlakoztatva a kamerába a külső csiptethető mikrofonom őkelme. Úgyhogy most ő veszi a hangomat, elvileg nagyon jó minőségben, tehát direktbe hozzá csatlakoztathatom a kamerához is, meg azt is megtehetem, hogy külön veszem fel, mint ahogy olykor szoktam. Például csinálhatok olyat, hogy távol rakom magamtól a kamerát, és egyszerűen blőrözzük már a backgroundot a fejem. De fókusz. És látom, a szememen van a fókusz. Egyébként mindig megtalálja a szememet. De fókusz. Off. Tehát így most tiszta a háttér, így pedig kinyitja a rekeszt a legtávolabb labira, és visszaállítottam ugye a crop faktort, ugye csak a hardveres stabilizálása. Nagyon nehéz ezeket megtanulni magyarul, hogy mondjam el, mert ugye itt állandóan angolul van a menü, meg minden, aztán shake reduction, meg ilyesmi, na.
tudjátok, a rázkódás csillapítás. Van belőle hardveres, van belőle szoftveres. Ahogy zoomból is van hardveres, az optikai zoom, meg van a szoftveres, a digitális zoom, ez a clear image. Nézzük a zoomot most, hogy mi van, ha belezoomolok magamba, hogy akkor mi történik a mikrofonos felvétellel. Megtalálja még a szemem? Megtalálja még a fókuszt? Ennyit tudok. De így ugye nem sok értelme van az egésznek, tehát inkább így. Amúgy lassúra állítottam a zoomot, mert hogyha akció közben kell zoomolni, akkor ez a nagyon gyors zoomolás, mert be lehet állítani ezt is, ez inkább idegesítő, mint hogy segítene. Tehát ilyen a hang külső mikrofon csatlakoztatásával és a kamera kézben tartásával ilyen stabil a kép. És direkt megyek és csóválok egyet. És akkor itt ringlis pirkedünk körbe-körbe. Nos, nem tudom milyen módon van egyébként, milyen üzemmódban van. Van olyan üzemmód, ami több programozást enged, van, amelyik nem, majd hát 50 millió beállítás van. De arra már rájöttem, hogy hogy lehet a kedvenc beállításainkat, a leggyakrabban hozzáférhető dolgokat berakni egy saját menübe, ahol hozzáférünk ilyen apróságokhoz. Most úgy látom, azért besötétített eléggé, tehát lehet, hogy nem a megfelelő üzemmódban kiválasztva. Na, hát ennyit a tesztről, az első tesztről, és tovább bújom, hogy tapasztalhatom, melyik programmód mennyire jó, melyik fókuszmód mennyire jó, melyik expozíciómód mennyire jó, stb. Stb. Jó? Ja, ezt majdnem el is felejtettem mondani, ugye, hogy teljesen kihajtható LCD-je van, ami egyébként forgathatós. Nem tudom most mennyire lát engem, és tök mindegy, hogy fejjel lefele van a kamera. Ez úgy tudja flippelni a képet, érted, hogy ez valami zseniális. Érted? Hát látod, az előbb fejjel lefelé volt a kamera. Hoppá! Megnyomtam valami fókuszgombot. Tehát, és hozzáigazítja a nézetet. Olyat is tud, hogy portré módba felvett videót úgy megmetategel, hogy az portré módba lesz, tehát a videó szerkesztőbe is. Tehát például ilyen YouTube shortokra, vagy ilyesmikre, vagy Insta videókra, ugye a vertikális videózást részesítik előnybe, ott nagyon jó. No és akkor, amikor videózunk ezzel, akkor azt csináljuk egyszerűen, hogy kifordítjuk az LCD-t, és tadám, most látom a kamerát, meg a képet, és akkor tudok zoomolni. Ott a kép a falon, ott a telefon. Tehát ez az optikai zoom tartománya neki. 24 mm-től 70 mm-ig. Ez nem annyira rossz egyébként. És van még egy olyan édes funkciója neki, hogy elhomályosítja a hátteret ezzel a gombbal. Nem digitális homályosítás, hanem egyszerűen azt csinálja, hogy a rekeszt a legtágabbra állítja egy gombnyomásra, ebben az esetben 1/8-ra. Ugye annyit tud, és már is elmosódik a háttér. Defocus mode, úgy hívják, background defocus. Még nem láttam, majd csinálok tesztvideót, és akkor majd abba be fogom mutatni, és ti is fogjátok látni, hogy mennyire tudja elblörözni a fókuszt, és mindent kiír a képernyőre, hogy defocus mode off, defocus mode on, tehát minden látható, hogy éppen mit kapcsoltál be. Aztán van egy olyan, hogyha megnyomom ezt a kuka ikont,
akkor az történik, hogy a showcase mode aktiválódik, most követi az arcom, ami nagyon jó, lehet bele arcot regisztrálni. Azt szeretném megmutatni, ez a showcase mode. Product showcase on. Hát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy olyan videókat csinál az ember, amiben beszél, majd valamit bemutat a kamera előtt, akkor automatikusan vált a fókusz, nagyon gyorsan. Ha elveszem a fókuszba, akkor megint ér rám fókuszál, előre nyújtom a terméket, megmutatom, akkor rá fókuszál. Ez a showcase, ez azt jelenti, úgyhogy majd ezzel is fog szórakozni. Product showcase mode on. Amint látszik, nagyon gyorsan teszi a dolgát, oda-vissza váltja a fókuszt, tessék. Ez a showcase mode. Szinte bármit bemutathatok benne, túlságosan közel azért persze ne tartsuk a kamerához, mert akkor... De nem feltétlen muszáj a fejünket teljesen kitakarni, mert nem veszíti el attól még a fókuszt. Tehát ilyenkor nem az arc az elsődleges prioritás, hanem a termék, ugye, amit feltartunk. Oké, most kitakarta a fejemet, de talán így is látszik, hogy azért látszik mellette az arcom, és mégsem azon van a fókusz, hanem amit elé tartok. És itt szépen visszavált. Ez a showcase mode. És akkor még az expozíciót is úgy tudja állítani, hogy én eltakarom nagyon gyorsan valami fekete cucca, például ez a tárcával, akkor az expót azért kivilágítja, és utána visszaveszi. Letakarjuk, és vissza. Nem annyira gyorsan, de viszonylag tűrhető tempóba, legalább nem rángatózik a gép, illetve a kép. Cicuka, oltóanyag. Showcase mode. Szóval ez a termék bemutató módja. Flipping kamera. Vannak különböző programmódok, érdemes belemászni a menübe, gyakorlatilag gyönyörűségesen működik. A vlogger az úgy használja a kamerát, hogy maga felé tartja a lencsét, és készíti a videót. Természetesen lehet hozzávenni távirányítót, de én az abba egyelőre nem ruházok bele, ugyanis van nekem ez a pici kis mini tripodom, amire, hogyha én felcsavarozom, van rajta egy szabványos három és feles, nem tudom, milyennek nevezik ezt. Erre fel tudom csavarni, ezt tudom billenteni, dönteni, és gyakorlatilag van nekem egy markolatom, ami selfie-botnak is megteszi, és akkor így már ebben az üzemmódban én nagyon jól tudok vele vlogolni. Akár mehetek is az utcán, stabilizátor van benne, több fajta. Az egyik a standard, az optikai képstabilizátor, de van még a szoftveres korrekció, akkor természetesen kroppolja jobban a képet, majd meglátjuk a tesztfelvételeken, hogy melyik hogyan üzemel, melyik a jobb, melyik a rosszabb, és kész. Még egy el nem hanyagolható előny. Itt van ez a pici kis LED, ami, hogyha elindítom a felvételt, világít. Mint a Szűz Mária. Igen. Világít, ami nem egy rossz dolog, ha az ember önmagát videózza. És látja, hogy tényleg megy a felvétel. Vagy éppen leállt a kamera valami miatt. Ez kell rá. A másik nagyon fontos dolog, hogy elsőként a beállításokban, ugye mindig így használjuk a beállításokat, hogy fogjuk, visszahajtjuk a képernyőt, és akkor hozzáférünk a gombokhoz, és akkor mindent be tudunk állítani. Az egyik legfontosabb dolog, nem tudom, mondtam-e már, vagy csak akartam, úgy is kikapcsolhatjuk a kamerát, hogyha visszafordítjuk az LCD-t,
becsukjuk, hogy a hátlapja legyen ki, és becsukódik. És kész. És üzemen kívül helyezte magát. Van egy-két dolog, amit ki kell emelnem, tehát alapértelmezetten itt van a defocus mód, background defocus, ami F1/8-ra állítja a rekeszt, aztán a kukaikonnal a showcase mód, hogy milyen, hogy gyorsan váltson a bemutatott tárgy, illetve a szereplő között, illetve ami nagyon fontos, amivel sokan megszívják, van benne egy túlmelegedés elleni védelem. Ez általában akkor, aki nem ismeri az ember a kamerát, hogy csinál egy felvételt 4K-ba, és azt vesz észre, hogy 5 perc múlva leáll. Mi ez, bug vagy feature? Ez egy túlmelegedés elleni védelem, ami kiméli az aksit, de át lehet állítani standardról magasra. Ez az első dolog, amit be kell állítani, és akkor utána, nem tudom, akár 20 percet is tudsz rögzíteni. De lehet, hogy többet. Majd még egyszer végig kell fussak azon a videón, azon a nagyon hosszú videón, amit megnéztem, mert ugye abban mindent elmagyaráznak, és körülbelül ennyi. Tehát markolat az nem jár hozzá, kézbe instabil, ugye az ember azért szeret valamibe kapaszkodni. Valljuk meg. Úgyhogy ezzel a kis kamerával sok-sok legyet ütünk egy csapásra. Egyrészt van egy 4K-s natív, 4K-s optikai zoomos selfie kamera, kihajtható LCD. Isten, lassítani is lehet, tehát dupla frame rate-tel is lehet felvenni. Borzasztó jó. Hát még művészkedésre is jó. Itt van benne egy csomófajta fókuszmód, majd azt ki kell tapasztaljam egy pár próbafelvétele, hogy melyik az a fókuszmód, ami nekem a számomra legideálisabb. Meg még ugye egy jó pár dolog, amit még nem volt alkalmam tesztelni, hiszen először van kézben a kamera, még nem láttam a vele készült felvételt. Valószínűleg az USB-n keresztül nem csak tölteni, hanem fájlokat máson is lehet. Állítólag olyat is tud, hogy USB-n át streamelni. Nem tudom, valami angol nyelvű üzenetet írt ki nekem, hogy először csatlakoztassam le, indítsam el a USB streamet, és akkor újra vissza kell dugni az USB-t, nem tudom, azt majd el fogom olvasni a használati utasításban. Szerencsére van benne magyarul. Úgyhogy lehet róla még élőbe is streamelni. Hát wifi van benne, természetesen, alapértelmezetten, összekapcsolható egy hozzá kínált applikációval, illetve standard csatlakozónak itt van oldalt 3 darab kinyitható kis fülecske, a legfelső a mikrofon, ezek ilyen rugós ajtók, hát nem tudom mennyi lesz a szartós, ide rögtön hozzá lehet csatlakoztatni egy külső mikrofont. Akkor a második ajtó, ott rejti az USB-t, az alatta lévő, és a harmadik ajtó pedig egy HDMI kimenet, ami azt jelenti, hogy ha összekötöd a TV-vel, vagy a számítógéppel, akkor direktbe meg tudod nézni a videót, le tudod streamelni, vagy akár slideshow-t levetítheted a családtagjaidnak, ha van neked olyan. És kész, és ezekkel van felszerelve. Úgyhogy mondom, még külön a mikrofont is rá lehet csatlakoztatni, és akkor ide a mikrofont, ide be a dugót, és kérem szépen, ezzel készen is volnánk. Most látom, hogy jobb lett volna nem fekete pólót felvenni ehhez a bemutatóhoz, de szerintem így is megteszi majd, és natívon lehet, mondom, izét, tehát közeliket csinálni vele. Azért kell egy olyan kamera, ami nem csak statikus felvételeket tud csinálni, illetve váltogatni külön, hogy na most nagyobb látószög, vagy kisebb látószög. És ahhoz két külön kamera kell, hogy a telefonon. Meg kamera szigetek. Na hát ehhez nem kell. Az ennek kicsit nagyobb a lencséje, nagyobb az optikája, jó minőségű, patent, kézreálló,
majd ezeket, ezt a tárcsát majd szoknom kell, meg az apró gombocskákat, hogy ezen minden olyan kicsi, minden olyan kis apró, és nehogy véletlenül mellé nyomjak, de mondom, teljesen tökéletes úgy gyári beállításon, ahogy van. Ezt az egyet kell átállítani rajta, hogy ezt az automata kikapcsolást 5 perc múlva ezt felejtsük el, felejtsük el. Úgyhogy 32 gigás kártyánál maradtam, én mondom, 71 percet tudok rá rögzíteni, viszont a kamerának az aksia az körülbelül 40-45 percet tesz lehetővé. Ugye nem bujkálunk a menübe, ami tovább nehezíti, ugye ha folyamatosan veszünk fel, akkor 45 percet tud felvenni. Úgyhogy azért gondoltam, hogy nekem nem kell a 64 gigás kártya, teljesen felesleges, ha egyszerre úgyse tud 45 percnél többet felvenni. Úgyhogy ez nagyon baba lesz nekem. Innentől kezdve, a mai naptól kezdve ezeket a videókat, nem ezeket a videókat, hanem a többi vlogot már ezzel a kamerával fogom készíteni. Illetve amilyen bemutató jellegű lesz, mint ez is, ahhoz lesz a telefonom, ami ahhoz tökéletes, hogy felrakjam egy állványra, és közeli felvételeket tudjak vele készíteni, és kész. És így lesz megoldva ez az egész. Hát ennyi lett volna a mai unboxing. Ha valakit érdekel, nem tudok linket adni a leírásba, mert úgy képzeljétek el, hogy nem gyártják most, és nem tudják a gyártók beszerezni, amiről már volt szó, de jegyezzétek meg, benne van a leírásban a kamerának a neve. Sony ZV kötőjel 1. És ha valaki nagyon vágyna egy ilyenre, hát keresse az árukeresőn, és hívogassa a boltokat, ahogy én tettem, hol lehet kapni meg mennyiért. Szerintem sokkal jobb vásárt csináltam vele, mint hogyha vettem volna egy új GoPro-t. Azt mondtam, az megint csak egy látószög és kész. Azzal nem tudok úgy kreatívkodni, ahogy szeretnék. Már pedig kreatívkodni szeretnék. Jó. Tehát ennyi volt, amit el akartam mondani egyelőre itt az unboxingba. A többit majd meglátjátok a többi videóba. Én nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek, végighallgattatok. A nem túl szakértő módon előadott dolgokat, de hiszen mondom még tapasztalás alatt áll. És ha tetszett a tartalom, akkor ne felejtsétek el csapatni a lájkot, ne felejtsétek el nyomni a feliratkozást, ha még nem tettétek volna meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Támogathattok engem a PayPal címemen is, illetve gondolva arra a nehézségre, ha valakinek nincs PayPal-ja, létrehoztam egy Patreon oldalt is. A Patreon oldalnak a linkjét szintén megtalálhatjátok a leírásban. Le is van benne írva minden, én nem tennék hozzá semmi különöset, minden, rámentek a linkre, oda juttok a Patreon oldalamra, és ott el tudjátok olvasni, hogy miért hoztam létre a Patreont. Jó? Na, ennyit akartam. Vigyázzatok magatokra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, jó éjszakát, sziasztok!